Ja, igen, a földön aktivitás. Igen, tehát bezavantunk a pálya alá, de ettől még működik a szerkesztő, és akkor építünk magunknak egy ilyen underground, szó szerint, underground kis helyet. Napernyék Mória bányáiban. Hát igazából ez egy glitch, egy bug halom ez a játék. Pénzt nem szabad érte adni, sőt valójában inkább vissza kellene fizetni mindenkinek, aki megvásárolta. Ez olyannyira igaz, hogy képzeljétek el, ugye, hogy amikor mi a GameStar-nál ilyen cikket írunk egy játékról, azt megkapjuk ugye előtte valamivel, és akkor a megjelenésre meg tudjuk írni a cikket. De ebből a játékból szándékosan visszatartotta a kiadó az újságírók számára félnek a példányokat, mert nehogy kiderüljön a kiadás előtt, hogy milyen állapotban van. Így van, tehát nem kaptunk tesztpéldányt, ez ennek köszönhető, hogy nincs is. Nem csak mi, tehát az most elég kis ja, igen, vagyunk, igen. Hanem a világon, tehát a Amerikában se senki, direkt az, hogy nehogy kiderüljön, mert akkor nem venné meg senki. Hát ez az igazi szemétség a kiadóktól. És ugye mondjuk el azt, hogy egyébként maga a Tony Hawk sorozat nem egy rossz produktum, hiszen egyrészt nagyon népszerű témát dolgoz föl, másrészt azt lehet mondani, hogy az ősidők óta részét képezi a játékosok világának. Hát ez az ötödik rész, amire 10 évet kellett várnunk, ez tegnap ugye úgy mondtam, hogy egy szekérderéknyi trágya, mára sem változott a véleményem. Borzasztó szörnyűség, rettenet, amit elkövettek, játék címszóval, és az a legrosszabb benne, hogy nem egy varázs projekt, hanem az Activision a kiadója. Az a vicces egyébként, hogy már annyira rossz, hogy már ilyen kreatívá teszi az embert, mert azon gondolkodunk ugye, amikor játszunk vele, hogy hogyan tudjuk kiakasztani, hol tudunk beesni. Tehát igazából egy ilyen, ahogy van ez a szólás, hogy guilty pleasure, hogy ez lesz a játékból a végére, mert egyszerűen már a végén ez szórakoztató benne szinte. Tegnap meg is kérdeztük a végén, hogy ezt a játékot kijátszana, egy csomóan jelentkeztek, aztán amikor azt kérdeztük, hogy ki fizetne érte, akkor már senki. Jó, akkor kérdezzük meg, hogy ezek alapján a 2 perc, amit láttatok, ki játszana vele? A vasárnapi mazohista klub itt tölti a dél időt, és ki fizetne érte? Jó, akkor nálam lehet majd a műsor után a pre-order-t megejteni. Nyomtattunk rá képet is nektek, a mi arcunk van rajta. Igen. Na hát maradjunk annyiba, hogy nem szabad érte pénzt kiadni. Ez nem az a termék. Nem is tudom egyébként, ebben az a legrosszabb, hogy Tony Hawk viszont nem egy vasárnapi faknés, aki nem tudom, valahol alsó akármilyen falván szokott föllépni a falunapokon, és adta ehhez a nevét, bár az is lehet, hogy nem adta, vagy van az a pénz, amiért adja a nevét. Azt hiszem, hogy így kell egy igazi franchise-nak a jó nevét tönkretenni. Tönkre, így van, ez abszolút gatya. Viszont számunkra, mint Citromdíjasoknak, hálás a téma, hiszen valójában nem is kellene semmit mondanunk, csak nézni, tessék. Gyönyörködjetek ebben a csodálatos performance-ban. Akinek nem rögzült volna, elmondom még egyszer. Tony Hawk, Pro Skater 5. Óvakodjatok tőle, maga a sátán elrabolja a lelketeket, és örök életetekben a pokol minek mondják ezt, tüzesebb bugyraiban fogtok majd puhára fölni. Na, hát ennyi elég is. És akkor most ennyi elmondom.